A diákok idén nem csak saját karácsonyfájukra készíthettek díszeket, azokat akár el is adhatták az első bajmoki karácsonyi vásáron. Nikola is egyike a kis árusoknak. El is mondta, hogy mit kínál. Mágnesos, télapós és rénszarvasos, angyalkásos ilyen dolgokat, meg karácsonyfadíszeket, és ilyen dobozból készített ilyen angyalokat. Az első téli vásáron részt vett a bajmoki Mimóza kézimunkacsoport. Ők az év folyamán elkészített kézimunkáikat kínálták eladásra. Kihoztuk a kézimunkájainkat, a hímzéseket, az üvegeket, az üvegfestést és a csipkéket. A gyerekek feldíszítették a főtéren álló egyik fenyőfát, amely egészen vízkeresztig emlékeztet majd az ünnepre. Ezután a Művelődési Egyesület szakcsoportjai alkalmi műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Bálint Lukács Mónika, a bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Egyesület elnöke elmondta, hogy egy merész ötlet és a helyiek igénye alapján rendezték meg az első karácsonyi vásárt. Nem volt még ilyesmi bajmokon, és hiányoltuk. Készültünk ugye egy évzáró karácsonyi műsorral, viszont akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha ezt nem bent csinálnánk, hanem kihoznánk ide. És ebben nagyon-nagyon sokat segített az általános iskola, illetve az óvoda, mivel hogy ők is fel fognak lépni, és nagyon sokat segítettek, ők is készítettek díszeket, valamint a helyi közösség is ugye lehetővé tette azt, hogy ide kijöhessünk. Már esteledett, amikor a fellépők a közönség elé léptek. A gyerekek lelkesen szavalták a karácsonyi verseket. Nagy érdeklődés követte a falu központjában megrendezésre kerülő első karácsonyi vásárt, amelyen kicsik és nagyok egyaránt részt vettek, hogy együtt készüljenek a karácsonyra.